A Karcag Televízió információja szerint csak a Fidesz-KDNP tagjai várták rendezett körülmények között az eredményeket. Az eseményen Varga Mihály pénzügyminiszter is jelen volt. Üdvözlöm, Varga Mihály pénzügyminiszter urat, itt vagyunk Karcagon az eredményváróban. Ugye a mai nap folyamán került sor az időközi önkormányzati választásra. Hogyan értékeli ezt az elsöprő eredményt? Hát nyugodtan mondhatom, hogy egy brutális győzelem született. A karcagiak elsöprő többsége annak a város vezetésnek szavazott bizalmat, aki az elmúlt 30 évben is vezette a várost. A 91%-ál szemben a 9%-kal, tehát azt tudom mondani, hogy igazából nem is volt kérdés a szavazatok lezárása, megszámolása után, hogy ki lesz a nyertes. Én úgy érzem, hogy köszönettel tartozunk minden karcaginak, aki ezen a vasárnapon elment és szavazott, és azt mondta, hogy azt a felelősséget és azt a tudatosságot, amit az elmúlt években követtünk, azt a városfejlesztési programot, azt folytatni kell. Ez az üzenet ennek a mai napnak. Köszönjük szépen a támogatást, ugye két választás is volt a városban, a polgármester mellett egy önkormányzati időközi választás, ahol a négy jelöltből a Fidesz jelöltjét 75%-os támogatottsággal szavazták meg az emberek. Úgyhogy úgy érzem, hogy minden mehet tovább, dolgozunk tovább, és hát nagyon bízom abban, hogy a következő években ezt a bizalmat meg tudjuk hálálni, és meg tudjuk köszönni a karcagiaknak azzal a teljesítménnyel, ami a város fejlődésén fog majd meglátszódni. Üdvözlöm Szepesi Tibort! A mai nap folyamán az időközi önkormányzati választáson hatalmas fölénnyel nyert a Fidesz. Hogyan értékeli az eredményt? Először is köszönöm szépen mindazoknak, akik a mai napon elmentek a szavazó fülkékhez, leadták voksukat, leadták azt a gondolatot, amellyel azt kívánták kifejezni, és most már mondhatjuk, hogy 92%-os arányban, tehát egy elsöprő gondolattal azt, hogy jó irányban fejlődik a város, ezt az utat folytatnunk kell, és hát remélem, hogy a személyemet is annak ítélték, aki ezt az utat folytatni tudja. Én bízom abban, hogy valóban a jelenlegi képviselő testülettel, amelyben dr. Pintér Zoltán önkormányzati képviselőként lett megválasztva, szintén elsöprő fölénnyel, tudjuk folytatni azt az utat, amelyet megkezdtünk az elmúlt ciklusban, illetve az elmúlt 30 évben, hiszen 30 éve lépett Karcag az önkormányzatiság útjára, és ez az irány, én azt gondolom, meggyőződésem, hogy jó, és ezt az irányt kell folytatnunk. Üdvözlöm dr. Pintér Zoltán Árpádot, itt vagyunk az eredményváróban, hatalmas győzelmet adatott ma a Fidesz, hogyan értékeli? Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. Valóban ma Karcagon, ezen a vendéglátóhelyen egy bő 100 fős tömeg gyűlt össze, egy hatalmas kettős győzelmet ünnepelni, de valójában több ezer karcagi áll mellettünk, nem csak a választások alkalmával, bár ma is bebizonyosodott egyébként, hogy óriási a támogatottságunk, de velünk vannak lélekben, mert tudják, hogy mi vagyunk az a csapat, aki képes ezt a várost fejleszteni, és ezért a városért érdemben tenni. Sőt, tulajdonképpen lélekben velünk volt Karcag nyár elején elhunyt polgármestere, Dobos László is, aki úgy gondolom, hogy megelégedéssel szemlélné a mostani választási eredményt, hiszen egy olyan emberről beszélünk, aki 25 évét adta a karcagi politika építésének, és nagyon nem volt neki mindegy, hogy hogyan teljesít az ő szeretett csapata, az ő szeretett közössége, az ő szeretett városában. Túl ezen Szepesi Tibor, a város új polgármestere, rendkívül dinamikus személyiség, aki nagyon sokat tud majd tenni, én úgy gondolom, a város fejlődéséért, azért, hogy beemeljük ezt a várost a 21. századba. És az igazat megvallom, én is nagyon boldog vagyok saját győzelmem okán, miért is ne lennék, hiszen tulajdonképpen három jelöltet, és három jelölt mögött, legyünk őszinték, mivel egy összefogásos jelölt is volt, aki összességében 7 pártot utasítottunk magunk mögé. Ez nem ment volna egy jó csapat nélkül. Karcagon fantasztikusan jó csapatot épített ki a Fidesz-KDNP az elmúlt évtizedekben. Nagyon aktív csapatról beszélünk, és hogyha egy történelmi hasonlattal élhetnék, hiszen én alapvetően történész vagyok, illetve történelem tanár is, akkor azt mondanám, hogy kicsit olyan volt ma megvédeni Karcag 5-ös számú választókerületét és megtartani, mint egy középkori várostrom. Amikor a középkori várvédők bástyákat védtek,
és ha elfogadják ezt az analógiát, akkor én úgy gondolom, hogy egy mai modern választókerület kicsit olyan, mint egy középkori váron a bástya, hiszen az ellenzék vagy az ellenfél erősen támadja azt, és onnan próbálja megbontani azt az egységet, amit egy vár, vagy amit egy közösség képvisel, és én úgy gondolom, hogy ez a csapat ellenállva ennek a hódítási kísérletnek erős kampányban, tisztességes kampányban, és ez minden ellenzéki jelöltre is igaz, teljesen tisztességes kampányban, de korrektul csinálta a feladatát, és megvédtük Karcagváros érdekeit, lehetővé tettük Karcagváros jövőbeni fejlődését, nyitva hagytuk azt az utat, amelyen keresztül a város tulajdonképpen produktívabb, modernebb és a 21. századibbá válhat. Úgy gondolom, hogy van mit ünnepelni, de az ünneplésen túl a jövőben már a feladatokra készülünk, hiszen az én igazgatásom, az én irányításom alá került egy roppant nagy, több mint 2000 fős lakosság számmal rendelkező választókerület. Szepesi Tibor kollégám tulajdonképpen a város polgármestereként óriási felelősséget kapott a nyakába, úgyhogy a mai estét még az ünneplésre szánjuk, de innestől kezdve az elkötelezett munkája a jövő. Köszönöm szépen!